Sziasztok, itt újra ezt után. Most újabb top 10-es bemutató fogok tartani. Tehát bemutatom szépen, hogy megvitatoznak a 10 legjobb kihívásaim közé. Jó van akkor. Csecsik mondjuk, hogy már csak... Vagy itt valahol egy Word dokumentumon beiratom esetleg. Szerintem ez is jó lesz. Igen. Tíz legjobb Hell Sultan kihívás. Tizedik hely. Seprő kihívás. Azért, hogy miért tartozik benne? Azért, mert több mint 20 perc alatt meg tudtam csinálni. Sziasztok, itt újra elszólt! Tehát innen kezdődik. Egy percnél láthatja. Aztán messzebb jöttök. Nem tudok rendesen figyelni az útra akkor, mert mindig figyelnem kell a seprőt. Ez a kurva reklám. Mindig is itt. Ajd! Ajd, kurva reklám! Ochutnajte novinku Infinity Protein Bars v troch nových príchutiach. Tehát még mindig tart. És még mindig tart. Esszük ott. Kövér itt állít, mi? És kb. Ez úgy 22 perc volt. Kilencedik hely. Futó kihívás. Az erő kihívások között az egyik, ami biztosan meg tudtam volna csinálni. Mert hittem benne, hogy sikerül. De amit elég a hídig, már Kisdunánál fogok tartani. Úgyhogy, de hogy ne ítsem a kamerát, hát meg kell kötözni. És innen kezdtem, hát innen valgult egy töltés. Sajnos nem tudtam megkérni senkit, hogy tartsa a kamerát. Hát ezért mozog így. Az volt a tét, hogy ne álljak meg. Nehezen bírtam vele. Ne is odálkozok, hogy ez lett a végé. Nagyon lihettem itt ilyenkor már. És nehezebben bírtam. Kívás az volt benne, hogy ne sétálja. Hát sajnos kamerasan így tudta felvenni. Nem tudtam más, hogy csinál. És itt álltam meg. És itt állhattam meg csupán. De ahogy láttátok a hírat. Jó. Nyolcadik hely. Várjunk csak. Szemkötő kihívás. Thank you.
Csak ma mint a kurva reklám. Most leteszem, hogy zkročte nové československé těžké tanky. Sziasztok, idője ez után. Most szemködök hívás fog tartani. Tehát... ez a sállali. Tehát azért sét itt, hogy ezer odas kömebbe kötött szemmel. Még most már tényleg nem látom sem. Tehát kettesével kellett itt számolnom a páratlan számokat. Hogy 3, 5, 7, 9, még ilyesmi. Egészen 949-ig. És végül, hogy mi lett a vége? Ki ez a DJ-9? Na! Végül! Igen, sikerült! Még ez volt a... Megcsináltam! Úgy bizony. Mi vastag kőben kellett lenni, hogy kihívás lehessen. Hetedik hely. Szemkötő. Magánhangzó. Makogó kihívás. Ez egy ritka fajta kihívás. Csak idióták szoktak ilyet csinálni. Sziasztok, idő lesz! Mert a makogás az... Hát még egy pálmas beci nézése jönne, hogy... E-U-A-A-A E-A-A-A E-I-A-A-A E-U-A-A-A E-U-A-A-A A-I-U-E A-I A-A A-O-E-E A-O-E-E O-E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 
Úgy. Pontosan így ez volt a tét, hogy csak magának tukhancolni kell. Hatodik hely. Kukorica kihívás. Je tu novinka proti bolesti. Šumivé tablety, paralelní. Nechajte bolesti rýchlo vyšumieť. Užiť si auto z Mentos a vyhraj štýlové auto alebo reproduktor. Mentos.sk. Sziasztok, itt Dura Eszult. Hát... Reggé szúrni fogja a fejemet, úgyhogy... De egy igazi túlél, túlél. Bizony, ezek egy zajosan tudnak lenni. Nem szabad visszafordulni, mert már késő. Igen, nem volt. Igen, már készülni. Tehát ki kell kívni valahol. Most már a húgyom azért van, mert nem láttam egyébként. Visszaút. Na, most már többet láthattunk. Oké. Már nem látok olyan messze. Na és egy jó stratégia megtalálni azt, ahol kevesebb a kukorica.
És tényleg valahol a végéhez. Kicsit a szépsebbet. És kiutottam! Gyorsan, elvenni osztott. Perc 52 másodperc, kiutottam ebből a kukoricából. Igen, ez volt a rekordom. Ez még nem volt minden, amit csináltam. Ötödik hely a vízivó kihívás. Azért kellett az ötödik helyem a nagy dízegység az oka, hogy győrbe jutott, de nem csak az, 2 liter vizet fogyasztottam. 44.480 van eddig. Sziasztok, itt a Reszultán. Most nézzétek, mi van nálam. Egy 22 centes, olcsó, 2 literes üveg. A kihívás most a következőt mondom. Ez egy vízivó kihívás lesz, amit úgy hívnak, mennyi idő alatt tudok kérni a leggyorsabban ezt a 2 litert. Válszóval az egészet. És itt rossz ez. Right. És már kezdem is inni. Most még könnyű. Ennyit még kibírtam inni. De már egyre nehezebb kibírni. De csak idáig könnyű kínni. De itt már szinte alig lehet bírni. Soha kell büfögnöm ezért. Egyre nehezebben bírtam. Túljutatás egy szélyes tud lenni. 8 perc. Nem is kell ez, hogy kibírni. Szinte alig bírtam beleinni. A végén. A kevés volt. Ez egy perc. Már legkésebb így gondolt jelentette meginni. És... ennyi idő alatt megcsináltam. Negyedik hely. De az már nem a kívánosok között van, amit most láttuk. Camellia 2 Savage Mountain Challenge. Ne azt mutasd! Ezzel is foglalkozom mostanság. Már az első videóban világosan megmondtam, hogy ezzel is fogok majd foglalkozni. Tehát itt a tét az, hogy 62 játékot megnyerni. És itt leigazolni. És nézzéd, 24-et megnyertem ebből, igazoltam, és ott látom a bizonyíték, ez a bizonyíték rá. Nézzéd, itt nulla halál, hogy itt le van igazolva. És ezt is, 9. helyen vagyok,
az örök ranglistán, és még mindig nem sült le. Itt pedig 8. helyen állok. És nézzük, impossible mode. 359, azért 239 van itt. Lehetetlenne, ami azt jelenti, hogy ha nélkül kellett, hogy kivigyem. Hogy azt bemutattam még videóban is, már még 2018-ban. És az Skycladig sikerült eljutni. És nézzétek, hányan láthatom, 1021-et. 3 alatt megcsináltam. És amit még már videóban is igazoltam, még az I Wanna Be The Guy. Nagyon nehézzel. Azért kell csupán 4. helyére, mert csak mert 62-ből 24-et igazoltam le. És még leigazoltam azt is, ami itt található, a Diverse. Itt a Time Machine, és itt a Bashi. Amit nem tudom betenni, amíg nem jutok el azokhoz, amíg ez a kidőjeket nem töltöttem ki. De az sok időbe fog telni. És akkor kerülhet fel az esélyre az ilyesmi, hogyha ezt megcsinálom. Vagyis vegyem az I Wanna Kill The Kamiya 2-t. Ezekkel együtt. De az is elég, hogy csak ezt. Harmadik hely. Iszappakolás kihívás. Miért csak a bronzérmes lett? Még van egy érdekes oka. Dostal som tip na jedlo budúcnosť. Jedným slovom odpad. Budúcnosť môže mať lepšiu príchuť. Investuj napríklad do spoločensky zodpovedných fondov a prispiejeme ti 45 eur. Ez de, hogy mit fog érzelni? Látható. Nem tudom. Tehát akkor lássunk hozzá. Rágyadok egy feketés. Hát az volt a tény, hogy feketés legyek. A második helyet foglalja a top 10-ben. A Cezusa 2009-ben. Azért csak a második helyet foglalja el, mert az iPhone videó vasi végjátszáson pusszányolja azt. Hát, csak itt láthattok engem teljesen mesztelenül, mert hogy jobban lássatok, hogy fog befeketedni. Hát vagy így fekedettem be. De minden esetre, nektek is ajánlom izületi fájdalmakra. Izületi fájdalmakra is hasznos gyógyi. És kérdezettek meg többeket, hogyha nem tettek. Hogyha nem értetek például. Az orvosok többet tudnának mondani erre. Apámod is segített valamit. Ő is bekeltem magát ezzel, és elmúltak a komoly fájdalmai. Azt állít. Ezt állítottam. Jó van, ha tetszett, hogy fekete vagyok, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomatok egy lájkot. Bizony. A mesztelenség az oka ennek. Második hely, amit meg kellett volna néznetek mindenképpen. A jelírás kihívás. Csak mélybe menjék. Ez jó az. Tehát ez az egyik indoka annak, rendeztem egy 8 óra 24 perces maratont. Ez a leghosszabb videóm eddig. Jaj, még egy oldalt meg kéne nézni.
Ide is be kell mennem, mert itt is mutatnék valamit. Méghozzá valahol itt. Nem vágyanulva kevei. Tehát így jössz ki, úgyhogy te... Az megint ez a kurva reklám. Take that! Az ügyvéd kötelessége, hogy bizonyítsa a klíns ártatlanságát. Tehát meg kell menteni. Én mindjárt visszatérünk. Szóval a járás kívánsba több minden tartozik bele. Tudjátok miért tartozott ide bele? Azért mert japánul kell végigvinnem az egészet. Aztán... De ez még nem minden. Az indok... Több annál. Én sokára megmutatom. Stimmel! Szóval... De mindjárt visszatérünk, de 64 percnél állunk le. Várj! Na, ez az oka annak. Itt a quiz kérdéseket japánul teszik fel, amiből szart nem értek. Hidal, ezt sem tudom, hogy ez mit jelent. Tehát, hogyha rossz választ adok itten, akkor büntetőt ad a bíró. Tehát, egy réás kívánsból bármi beletartozhat, amiben mindent jelekkel írnak, és amiből semmit nem érték. Lehet az akár teszt is, japán teszt, kínai teszt, vagy akár koreai teszt is. Tehát a kínai kvízkérdéseket, vagy koreaiakat, az is beletartozik. Persze beletartozhat a török abban az esetben, hogyha jelekkel írnak mindent, de az orosz az kevésbé tartozna bele, mert abban vannak, hát a fordítottán azt tudjuk, hogy I. Meg van hármas szám is, az M betűt az H-ba írják, így nem igazán nevezhető jelírás kihívásnak. Úgyhogy beletartozhatna, úgyhogy beletartoznak a távol-keleti nyelvek, amiket jelekkel írnak, mint a kínai, japán, koreai jelek, vagy ha vietnámiak is jelekkel írnak, de azt nem tudom. Tehát hogy tudtam megcsinálni ezt a japánul ezt a játékot? Meg a stratégia egyszerű. Ezt ki kell vinni angol nyelven. És hogyha begyakoroltad angol nyelven, akkor japánul már kivihető, hogyha megjegyezti mindent, amit angolban tanultál. Csak fel kell jegyezni mindent, ami angolul volt benne a stratégiában. Japánul hiába keresnéd meg a választ, mert azt nem lehet érteni. És mivel az angol stratégiát alkalmaztam, így más kihívást is kitaláltam ebben. Az, hogy nem mentek. Mert tudjátok, hogyha első japánul csináltam volna meg, akkor állandóan mentenem kell. Amíg nem talál meg a helyes választ. De ezt úgy csináltam meg, hogy nem mentettem, mert ez volt a ez is a kívás része volt. Azért nehezítettem azt, mert angolban már kivittem. Tehát amikor bizonyítékot kérdeznek, ott is mindent japánul írnak, így nem tudni, hogy olyan mi mit jelent. Csak a számokat lehet ezen részen érteni. Tehát hogyha én csinálnék egy japán tesztet, azt is vehetem jelírás kihívásnak. Például, hogyha a japán nyelvtanról van szó, vagy kínai nyelvtanról. Viszont, hogyha japán játékot úgy viszik ki, hogy japánok beszélgetnek, az nem tartozik a jelírás kihívásba. Hogyha nincs ott a quiz kérdés, amit meg kell válaszolnom, mint a TOEFL projektben. És miért tartozik a második helyre?
mert európaiak, afrikaiak és amerikaiak gyávák lennének ezt megtenni, és csak japánok tudják megcsinálni, mert ők értenek mindent ebbe az egészből. Meg talán a kínaiak is, a koreaiak is, de más kontinensből szinte alig itt lehet érteni. Legfeljebb azok tudnák ezt megcsinálni, akik már megtanultak japánul, de japánt megtanulni iszonyatosan nehéz a jelek miatt. Mert ebből kb. 300 lehet. És hiába próbálom a fejben megjegyezni, még elolvasni is nagy kihívás. Például azt tudom, hogy hello az japán konnichiwa, de azt nem tudom, hogy kell leírni. Jelekkel. Mint ahogy azt se, hogy sayonara. De ami igazán nagy kihívás volt itten, amire egyáltalán nem számoltam, és most gyorsítok egy kicsit. Nem tudom rendesen írni. Ezt kellett, ezt a puzzle kell kiraknom. Ez egy kemény japán puzzle volt számomra. Nem számoltam, ez az egyetlen dolog, amiben jeliás kívásban nem számoltam. Eltartott egy legalább egy 10 percben, míg rájöttem, hogy kell ezt csinálni. De vajon stimmelhet-e? Leírni. Tehát, miért mentem ide? Nézzétek, az angolosított verzióban ezt kell kirakni, de az eredetiben ezt. Ez az, amire nem számítottam. Mert én sose tanultam japán írásokat írni. Mert a japán megtanul, hogy iszonyatosan nehéz. Nehezebb még az orosznál is. Szóval, mivel nagy kívás volt, ezért tartozott a második helyre. És végig a győztes, amit nem a kihívások közé tettem, de mégis az. Az Impossible Puzzle. Séria Galaxy Watch 4. Hodinky, ktoré vás poznajú najlepšie. A ja tu. Je reklamo. Fézity bude. Impossible Puzzle kirokkel. Na. 51. és egyben utolsó rész felvétel. Na, ez azt jelenti, hogy már kis is fogom rakni. Tehát. Majd, hogy 8 darabot kell rakni. Mind megvan. Akkor még kész lesz. Na, biztos, hogy kész lesz. Nézzétek. Igen, ez lesz az. Azt jelenti, hogy ez passzol ide. Ilyenek maradtak itten. Tehát rá kellene, melyik lehet az. Ez az az. És akkor ez kész van. Akkor most vigyedik. Tehát ez ide megy. Vagy ide. Tessék!
Ez jól néz ki. Ez azt jelenti, hogy ezt ide kéne passzolni, és akkor meg is van! Ide nézzetek! Az utolsó! És megvan! Nézzétek! Bizony. Ez volt életem legnehezebb kihívása azzal, hogy kiraktam ezt a nagyon nehéz pázlót, ami 1008 darabos. Ez életem legnehezebb, hogy kirakott pázlója. Nem az 1500 darabos, mert azból kettő hiányzott. És amelyikből hiányzik, az nem tartozhat bele. Tehát az impasszív pázló volt életem legnehezebb pázlója. Hogy csináltam ezt? Ezt a végéket kellett kirakni. Aztán azokat, amik könnyű volt, mint a tükör, ez, a mackó. Aztán jöttek a piros nyakkörvek, vagy meg ez is beletartozott a könnyűbe. Aztán jöttek a két nyakkörvek. Majd jött utána a száj, jött az orr, majd a fül is. Tehát a rózsaszíneket is meg kell találni. És amikor azok megvan, megvolt a száj, az orr, meg a fül, jöttek a szemek. De a legnehezebb részt kellett a végére hagynom. Méghozzá, amíg nem tartozik szem, orr, fül, vagy ilyesmi. Nem pöttyök, meg a farok, meg a láb. Amit mintha lerajzoltak volna. Az volt a legnehezebb kirakni. Tehát azt kellett a végére hagyni, és úgy tudtam kirakni ezt 50 részben. Tehát ez 50 videóval sikerült is. Hát ilyesmi nem lehetetlen megcsinálni, mert... Mert 4000 tavos még nehezebb. Ez még hosszabb ideig tart, mint ez. Még hogyha másfajta impasszív pázlót is raknék ki, akkor is ugyanaz a stratégia. Azzal kell, mindig a végekkel kell kezdeni, a könnyűeket kell előre csinálni, és a nehezét a végére. Az a stratégiája ennek az egésznek. Tehát, és mivel legnehezebb kívásnak szerintem ezért került az aranyérmes közé. Tehát úgy értékeztem az egésznél, hogy nézettség, nehézség, meg spéci dolgok alapján. Most felmerül egy kérdése. Mi szárnyalhatja túl? Az impossible puzzle-t. Megválaszolom a következőket. Camellia 2, Savage Mountain Challenge. Nincs. Ha... Megnyerem az összes játékot is leigazolom. Lehetetlen küldetések. Lehetetlen kihívások. Száz kilogramnál is több súly felemelése. De ez lehetetlen, mert de számomra már lehetetlen, úgyhogy ilyen kiásolnál ne számoljatok. A lehetetlen kiások olyan ok lehetnek, amit nagyon kevés ember tud a világon megcsinálni. Tehát olyanok tartozhatnak oda. Azt tudja majd túlszállni az impasszú pászlót. Vagy több mint 10 000 darabos pázl. Hát létezik olyan voltaképpen.
de ez hatalmas teret kell biztosítani magamnak, hogy végrehajtsam. Úgyhogy azt hiszem mindent elmondtam, ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni, és hogy mikor tartok kívás, azt még nem tudom. Vagy vicceket. Majd kiderül. Úgyhogy addig is ennyi volt, szevasztok.